Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm Önöket. Új bemutatóval egy irodalmi este jelentkezett a Magyarországi Német Színház. Ezúttal Koch Valéria munkásságának és életének részletei dolgozta fel a társulat. Koch Valéria költészetéről azt tartják, nem klasszikus értelemben vett magyarországi német költészet. Ő mind a magyar, mind a német kortárs irodalom kiemelkedő alakja volt. Alles Wackeln war vorbei. Különleges kezdeményezéssel emlékezett meg a Magyarországi Német Színház Koch Valériáról. A fiatalon elhunyt magyarországi német költőnő két nyelven alkotott. Származásának köszönhetően két kultúrát, két gondolatvilágot tudhatott magáénak. Költészete nem klasszikus értelemben vett magyarországi német költészet. Ő mind a magyar, mind a német kortárs irodalom kiemelkedő alakja. A társulat ezúttal olyan darabot, vagy inkább előadói estet állított színpadra, mellyel méltóképpen emlékezhettek meg a költőről. Nem dolgoztunk rendezővel, hanem csapatmunkában állítottunk össze egy előadói estet. Ennek minden jó és nehéz oldalával együtt. Nagyon fontos, hogy nagyon összeforjon a csapat. És ez egy jó lehetőség egy ilyen munka, amikor együtt nem csak a színészi munkát végezzük, hanem a koncepcionális munkát is, mint művészek. Nagyon jól összekovácsolja a csapatot, és ráadásul kiderül az is, hogy kiben milyen egyéb kvalitások rejlenek még a színészeten kívül. Nagyon sok szereplőnek, aki eddig csak színészként szövegeket tanulhatott, a saját ötletei megvalósulhattak a színpadon. Tehát a munka folyamatában nagyon sok olyan ötletcsíra volt, amit a verseket olvasva maguk azok, akik ezeket a verseket mondják, ők hoztak, vagy ők javasolták, hogy ezt így meg úgy mondhatnánk el, és emiatt sokan új arcukról új minőségüket tudták megmutatni. Az előadás folyamán a társulat tagjai Koch Valéria verseinek válogatását és a Herceg és a Rózsa című meseregény részleteit állították színpadra. A társulat tagjai azt mondják, a Koch Valéria olyan súllyal bír a magyarországi német kultúrában, amely megérdemli, hogy időről időre ilyen módon is megemlékezzen róla a színház. Ő idén lett volna 70 éves, sajnos már több mint 20 éve nincs közöttünk, és úgy gondoltuk, hogy ezzel az esten az ő emlékének adózunk. Mert azt gondolom, tehát, hogy a középiskolás korosztály már jöhet, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálja azt az értéket, amit mi is megtaláltuk az ő költészetében, az ő gondolatvilágában. Tehát tud szerintem sok ember, sokunk azonosulni legalább egy gondolatával, de lehet, hogy többel is. Amikor ez a meló elkezdődött, én nem reméltem, hogy ilyen felkent helyzetbe kerülhetek a társulat által, hogy pár napig az én szemem vezethette őket. Ezért nagyon hálás vagyok, és mindenképpen egy nagy iskola volt számomra is, és egy óriási lehetőség, hiszen ilyen hirtelen egy alkotói színházzá váltunk, egy olyan csapattá, akik önmagukból hoznak létre valamit, és ez a legszebb keresés. Tehát mi most gyöngyhalászok voltunk, akik lemerültünk, majdnem megfulladtunk, de aztán föl tudtunk hozni valamit, ami remélem mindenkinek érdekes és értékes is lehet. Darin mit der Tochter der blonden Gedanken. Sie liegt im Teich der Jahre bleich. Sie pocht im Kern der Sonnenstern. Témájában az emberi kapcsolataink, viszonyaink, személyes, szerelmi, baráti, családi, nemzeti és globális szinten pedig a háború és a béke vannak a fókuszban. Mi lehetséges a mesében és milyen a valós élet? Milyen világban élünk gyerekszemmel, a kisherceg szemével és felnőtt szemmel nézve? A milyen megérintő gondolatok, a mellbevágó őszinte szavak és a mindent feloldó szarkasztikus humor Koch Valériára jellemző módon válogatják egymást a műsor egész folyamán. Bavazsányi Tamás az, aki a zenét így igazából nagyon művészi színvonalon, a tőle megszokott színvonalon, tehát nem így interpretálja és kísér minket, és az ő sokszor a hátán viszi a hangulatokat, a képeket. De mi nyolcan hirtelen betöltöttük a színpadot, és
pár olyan hátsó ember, aki a színfalak mögött dolgozik, az hirtelen kiesett, mert mindannyian a színpadon tartottuk a hátunkon a jelen esetben Valéria Koch világát. Valéria Koch nem egy olyan közismert név, mint bármi más, akivel a középiskolás irodalomban vagy irodalomórákon találkozunk. És az előadás is ezért lett olyan, amilyen, mert ezt a handicapet, ami egy viszonylag ismeretlen írónő, költőnek az estjét belengheti esetleg egy, ha hallja valaki, hogy most ez lesz a... Aki bejön, úgy érzem, hogy egy olyan utazáson vehet részt, ami megemleget. Mert hangos, néha érzelmes, néha a velőik hatol, hiszen mint sok magyar költő, Valéria Koch is az emberi élete végén szinte tragédiába torkolóan halt meg, és úgy hagyta itt ezt a világot, hogy nála igazán fontos az, hogy csak addig él, amíg emlékezünk rá. Doch das Land nirgendwo liegt irgendwo. In Märchen. Die Zeit wird zerrissen. Im Wort, das mein Herz hart verbiss. Hát elképzelhető, hogy más évadokban is dolgozunk majd így, ilyen jellegű munkán. Ha most valaki még azt mondaná, hogy holnap kezdjünk el még egyszer egyet, akkor elrohannék. mert azért csapatban dolgozni, annak van egy csapat dinamikája, ki kell alakulnia mindennek, tehát másfajta íve, pályája van egy ilyen jellegű munkának. Könnyebb egy színésznek rendezővel dolgozni, de egyébként nagyon jónak találtam, tehát el tudom képzelni, hogy jövőre vagy két év múlva újra neki fogunk egyenesnek. Koch Valéria életműve érettségi tétel is a német nemzetiségi iskolákban. Ezért középiskolások, tanárok számára is fontos lehet ez az előadás, mert a színpadra állított verseken keresztül a fiatalok megismerhetik a költőnő személyiségét, átérezhetik gondolatai őszintességét és témái aktualitását. Hét csapat, köztük a négy testvértelepülés. Csernáton, Csík-Csicsó, Törökfalu és Licc is nevezett a hétvégén megtartott Bogyiszlói Böllérfesztiválra. A csapatok számára a disznót az önkormányzat biztosította. A cél a hagyományok megismertetése egymással, és persze a testvértelepülési kapcsolatok mélyítése. A rendezvény mára már országos hírű, idén Budapestről is neveztek a disznóvágásra. Fölülgyújtom meg a tetejét a szalmának, hogy lehég a tűz, még a para ízik rajta, és jobban leéget a szőrkóla. A hagyományos módon szalmával pörkölik a disznót a csernátoniak. Nálunk ez a hagyomány. Szalmával pörköljük, az íze vége szalmával pörköljük, a hagyomány, hogy ne bontjuk föl, mindig mindent a régi hagyomány szerint csinálunk. Szépen megpörköljük, megpucoljuk. Gázpörgelővel utána pörgelünk, hogy a maradék részeket tisztára tudjuk pucolni. Jó, és akkor hogy van a disznónak a szétszedése? A disznónak a szétszedése az is régi-régi hagyomány szerint történik, amit úgymond nem szabad ezt megrontani. Hátán egyszer leszedjük a lábait, csülköket leszedjük, majd utána hátán óriát veszünk, és attól befele kezdjük bontani. A bogyiszlói csapat másként, svábosan, rémfán kapja szét az állatot. Németeknél az a különbség, hogy ők ketté vágtak középen, ketté vágtak a fűrésszel. Még egybe szedjük ki a gerincet. Bogyiszlón 11 évvel ezelőtt rendezték meg először a testvértelepülések részvételével a disznóvágást. A bogyiszlói polgármester kezdeményezésére indult ez a hagyományos disznóvágás, és hát hál' Istennek nagyon sok olyan embert tudott ez a rendezvény maga köré hívni, gyűjteni, akik ezt tényleg szívügynek érezték, egymás hagyományait, hogy megismerjük, egymás szokásait, egymás ízvilágát, és hát miért ne, hát ugye a kulináris dolgoknak az elkészítése és azoknak a tálalása mindenképpen ez volt, és azt hiszem, hogy a célt el is érte ez a elképzelés, ez a gondolat. És hát itt, ha csak a disznóperzselést nézzük, akkor itt önök nem csak őrzik a hagyományokat, hanem élik is, mert önök az egyetlen csapat, ahogy észrevettem, itt körbejártuk a terepet, akik még a hagyományos szalmás pörzsölést gyakorolták.
Igen, hát ez nem, ebben az esetben ez nem reklám volt, hanem ez tényleg ez a valóság, mert a mi vidékünkön azért, hogy megőrizzik még inkább ugye azokat az ízeket, azokat a termékeket és azokat a hagyományokat, akkor otthon is még mondjam azt, hogy 90%-ban szalmás permeselést és szalmás tisztítást, és ugye hát ez volt, ez van. Hál' Istennek most is az adottságok, a lehetőségek megvannak. Reméljük, hogy meg is maradnak, és akkor ez él. Jött egy böllér, vagy mindenki szakavatott disznó ölésben? Itt van, mindenki ért hozzá, mindenki csinálja, mindenki valamit hozzatesz, úgyhogy hát van, aki otthon is gyakorolja, de nem hivatásos, hanem szereti, csinálja, és ügyesebben csinálja, mint az átlag, és akkor ő van itt velünk, de mindenki ért hozzá. Mára már határokon belül is országos rendezvény lett a bogyiszlói böllérverseny. Ez a 11. alkalom, igazából 10 éve volt az első. Az olyan, mint hogy a héten is, hogy hány nap van a napok között, az kevesebb, mint a szélei. Tehát igazából 10 éve kezdtük mi. Olyan elképzelés mozdította meg ezt a hagyományos disznóvágás elképzelést, hogy azt észleltük, hogy hát egyrészt felszaporodtak a testvéreink, mert van két erdélyi testvér kapcsolatok, Csernáton és Csíkcsicsó, aztán Slitz város, és akkor még Törökfalu szeretett volna velünk barátkozni, régi kapcsolatok, főleg a futball alapján 2003-ban lett testvértelepülésünk, és meghívtuk őket különböző községi rendezvényekre, falunap, születinap, stb. És úgy elkülönülten a saját bogyiszlói barátaikkal elvoltak, és úgy kevés érintkezés, nem voltak közös pontok, ismerettségek, stb. És hát elgondoltuk azt, hogy mi lenne, ha szerveznénk egy hagyományos disznóvágást, adnánk mindenkinek egy állatot tulajdonképpen, amit az ők szokásaik szerint feldolgoznának, és a helyi emberek pedig ezekből készült helyi és ide látogatók megkóstolhatják. Hát így indult ez, és már az első egy nagyon sikeres rendezvény volt. A következő évben bejelentette, vagy már akkor nap este a Törökfalu küldöttség, hogy jövőre nálunk lesz. Jó. És mikor aztán, utána Csernáton mondta, na akkor most meg már nálunk lesz. És akkor utána bátrak voltak a slici barátaink is, ott ugyan picit még erősebben betartják az uniós követelményeket, aztán ők is megtartották, a csíkcsicsójak is. És ment egy ilyen kör. Akkor mondtuk, na most már gyertek vissza, hogy mi változott, megint megnézzük Bogyiszlón. És akkor ez így lement a két kör, most harmadik körbe fogtunk bele. Idén tehát 7 csapat nevezett a böllérversenyre. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület a rendezvény szervezésében is kivette a részét, de mint minden alkalommal, ők is vágtak disznót. Nem csak most bármilyen rendezvény van a falunak, mi ott állunk teljes erőbedobással, és ott vagyunk is, segítünk. Hát szeretnénk, hogy jól sikerüljön. Most milyen szerepe van a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesületnek? Most ilyen segítő szerepben vagyunk, bogyiszlói csapatban dolgoznak a fiúk, az asszonyaink pedig készítik elő a vacsorát. És hát ugye a Böllér Fesztivál az egyben egy testvértelepülési találkozó is? Igen, testvér, 4 testvérünk van itt, 2 Erdélyből, Csíkcsicsó Csernáton, Szerbiából Ada Törökfalu és Slitz a németországi testvértelepülésünk. Ez azért nagyban megerősíti a kapcsolatot, hogy ennyire jól működik évtizedek óta. Igen, évtizedek óta jól működik, hál' Istennek jól működik, és hát minket is, ha oda megyünk, nagyon nagy szeretettel fogadnak. Ügyesek a böllérek, szakácsok a csapatban? Igen, hát tessék itt maradni és megkóstolni, hogy mit csináltok, mit készítettek. Marika néni talán tud nekem beszélni a hagyományos bogyiszlói disznó szétszedésről, milyen ételek készülnek, erről egy pár gondolatot. Hát nyilván mi gyerekkorunkban nem volt gázpörkölő, hanem szalmával pörköltek. Én úgy emlékszem, a nagypapám mindig szalmával pörkölt, és akkor egy ajtólapon vagy egy deszkán bontotta szét a disznót, és hát mostuk a belet otthon, még gyerekként, ha más nem csináltam, akkor öntöztem bele a melegvizet, és abba töltötték, hát hurka, kolbász, reggel pecsenye, a vért fölfogtuk és csináltunk vért, és az is reggelire nagyon jó volt, és hát az orjaleves meg a töltött káposzta az nem maradhatott el. A mai napon mik készülnek? Mai napon, hát biztos, hogy látták, minden csapat a saját tájegysége szerint készít ízelítőt,
és délutánra sült hurka és sült kolbász lesz, meg a pecsenyét már most sütik, este pedig orjaleves lesz és töltött káposzta. És persze nem hiányozhatott a bogyiszlói cigányzenekar sem, akik a sátor közepén húzták a vendégeknek a talpalávalót. A magyar mögött a második közös nyelv megtalálásában magasan a házi pálinka vitte el a pálmát. Este már zártabb keretekben a csapatok résztvevőinek közös vacsorával zárult a Böllér Fesztivál. Írásjel vagy díszítés? Ez a kérdés foglalkoztatja a kutatókat a regőiből a 7. század idejéről előkerült leletanyag vizsgálatakor. A kutatók abban egyetértenek, mindaz, amit regőiben találtak, egyfajta keresztmetszetét adja a kor európai kultúrájának, hiszen a bekarcolások információ értéke kimagaslóan fontos. A regői Strubka magyar birtokon feltárt Krisztus előtt 7. század utolsó harmadában keletkező leletanyagban a kerámia töredékeken több esetben is bekarcolt jeleket figyelhettek meg a kutatók, melyeket a párhuzamok alapján grafémáknak, a Kárpát-medence korai írás emlékének lehetett meghatározni. Ez egy nagyon érdekes probléma, hogy a Kárpát-medencében mikor jelenik meg az írás. Van, akik szerint már 5000 évvel időszámításunk előtt itt komoly írás volt, ez a Danubian script, amely a kőkorban alakult volna itt ki, és hát a sumereket is ide kötik, ez alapján ide, innen eredeztetik. Mindenre bizonyítékként a híres tartáriai táblákat, tatárlaki táblákat hozzák. És ezért is volt izgalmas a regői leletek anyaga, hogy valójában akkor ezek egy ilyen korai írásnak az emlékei, vagy valami más. Ennek kapcsán át kellett tekinteni a Kárpát-medence korai írás történetét. Tavaly volt egy nagyon érdekes konferencia, a Tudományos Akadémián tartották, ahol a rovásírás történetéhez kapcsolódóan mi is megszámoltunk a regői eredményekről, és áttekintettük ezt az időszakot. És lehetett látni, hogy itt a rádiókarbonos datálások miatt nagyon sok mindent újra kell gondolni, amit 5000 évesnek gondoltak anyagot, azok nem 5000 évesek valójában időszámításunk előtti 5000, hanem inkább harmadik évezred, tehát inkább részkoriak, és akkor ez sok mindent megmagyaráz, hogy a tatárlaki táblák valójában késő részkorhoz köthetők, nem a neolitikumhoz, más kapcsolatrendszerbe kerülnek. Később a bronzkorban ugyanígy a mézbetétes edényeknél látjuk, hogy nagyon komoly szimbolikája van a díszítéseknek, nagyon komoly jelentéstartalma van, de ez még mindig nem írás, hiszen az adott jelekhez nem tartozik egy meghatározott hangsor. Ez lesz az, ami a későbbiekben is eldönti, hogy írásról vagy díszítésről beszélünk, vagy egyfajta jelrendszerről csak. Éppen erről szólnak ezek a tárgyak, amelyeket most mutatunk be a hónap műtárgya sorozat keretében, amelyek azt jelzik, hogy milyen hihetetlenül nagy mennyiségű információ van akár egy-egy kis tárgy mögött is. Regőnynek az az óriási jelentősége, hogy 2011-12-ben itt előkerült egy olyan halom, amely alatt egy hatalmas 14x14 méteres belső térben faragott fagerendákból emelt épület volt. Ez az épület tel is tele volt egészen apróra tört leletanyaggal, lehetett látni, hogy ez különböző szertartásokhoz tartozik, és a halom szerkezete, a benne talált leletanyag igen nagy próba elé állította a kutatókat, ugyanis fogalmunk nem volt róla, hogy mi ez.
Azt láttuk, hogy ez kitakori, de egyaránt kapcsolatot mutatott Itália etruszk anyaga felé, Nyugat-Európa hastati kultúrája felé, és a keleti szkita sztyeppei kultúrák felé. És volt benne egy olyan szál is, amit érzékeltünk ugyan, de akkor még nem tudtuk ennek a jelentőségét, amely Kis-Ázsia felé mutatott. Tehát jól látható, hogy ez egy olyan csomópont, amelyben sűrűsödve gyakorlatilag megtaláltuk Európa őskori történetének itt az időszámításunk előtti 7. századra vonatkozó, azt mondom, hogy szinte egyik legteljesebb feljegyzését. A regőihez korban is hasonló leleteket évtizedekkel korábban Fekete Mária már Velem-Szentvidéken is megfigyelt. A velemi leletek jelenei között Hosszú Gábor 6 graféma alakot azonosított, melyeknek sajátos hangértékük ismeretlen. Viszont ezek az adott korban véleménye szerint Kis-Ázsiában és Itáliában is többé-kevésbé ismertek voltak. Éppen a törökországi iráni kaukázusi utaknak köszönhetően találtam meg azokat a párhuzamokat, amelyek valóban megmagyarázták a regői leletnek az életét, és amelyek magyarázatot adtak arra, amit korábban nem is gondoltunk volna, hogy a népvándorlások, szokások, s Fekete-tenger fölötti, annak az északi partján húzódó útvonal helyett egy olyan útvonalon érkezett hozzánk egy sztyeppei, Közép-Ázsiából induló népesség, amely átkelt a Kaukázuson, lement Kis-Ázsiába, és hozzánk közvetlenül Kis-Ázsiából érkezett regőbe. Ez egy teljesen új dolog volt a kutatás számára, és hát ennek a dolgait kutatjuk most már lassan 10 éve, és még igen sok feladatunk van. Ezeknek a jeleknek a különböző írásokban, akár az itáliai írásokban, az etruszkban is például, vagy a kis-ázsiai írásokban megvannak a párhuzamaik, ahol tudjuk azt is, hogy milyen hangértékek tartoznak hozzá. És ez alapján merjük azt mondani, hogy a regői edényekre karcolt jelek tulajdonképpen írásnak, egy korai rovás írásnak lehetnek az elemei, grafémák, amelyhez szerencsés esetben még a hozzátartozó hangértéket is megtudhatjuk. Ehhez természetesen hosszabb feliratokra lenne szükségünk, de reméljük azt, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül, hogy előkerülnek ilyenek, hiszen ez az az időszak, amikortól úgy tűnik, hogy reálisan számolhatunk akár korai, hosszabb írásemlékekkel is. A sváb származást már nem kell titkolni, a hagyományőrzés küldetés. Pakson és Dunakömlődön a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület által a sváb zene, a sváb tánc és a sváb ételek felevenítésével rendszeresen rendeznek összejöveteleket. ...1991-ben alakult meg a Roger Schilling fúvós zenekar Pakson. Az elmúlt 28 év alatt nem csak hazai, de nemzetközi szinten is ismerté vált az együttes. A sváb zenei hagyományok ápolása hívta életre őket. 2018-ban már 5-ször érdemelte ki a legjobbaknak járó elismerést, a kiemelt aranyminősítést a Roger Schilling fúvós zenekar. A dunakömlődi közösség büszke a származására, őrzi nyelvét és kultúráját, gondosan ápolja hagyományait. Évtizedekkel ezelőtt a Schilling-Roger Német Nemzetiségi Egyesületet anno Forster József hívta életre. 1786-ban, amikor a települést betelepítették, Dunakömlődött, ugye 190 német család jött hajóval Dunaföldvárra, onnan jött ide 190 Kömlődre, és 70 család ment Németkérre. Innentől kezdve ezért vagyunk mi a németkériekkel rokonok.
Sajnos az élet azt hozta, hogy innen Dunakömlődről sokkal, de sokkal többet kitelepítettek. 2300 lakosból 2100-at kitelepítettek Németországba. Szerencsések voltak, a nyugati zónába kerültek, nem a keleti zónába, de ettől függetlenül nagyon szeretik, és mindig emlékeznek a hazájukról. Én nekem meg ez a kötelességem, identitástudatom, hogy ezt a hagyományt, ezt a világot őrizze. Több évtizeden keresztül titkolni vagy akár szégyelni kellett a nemzetiségi származást. Az utóbbi években azonban jelentős változások álltak be a nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében. Ugye a II. Világháborút megelőzőleg, amikor Paksnak, nem én találom ki, 11 ezer lakosa volt, ugyanakkor Szekszárdnak 12. Tehát azért a város, az akkori városunk nagyságát azért azt hiszem, hogy demonstrálja. A minimum a háromnegyed része német nemzetiségiként volt nyilvántartva, és oly módon, hogy viszonylag aktívan működtek még ezek a családok. Tehát ha nem is azt mondom, hogy mindennapi szinten beszélték a németet, de tudtak németül beszélni, különösen az idősek, a gyerekek már azért nem, ennek is vannak történelmi okai. Onnantól, hogy a II. Világháború után megtörténtek, amik megtörténtek, a nagyobbik része a Paksváros lakóinak az zsidó volt, és ők, tudjuk, hogy ez 30%-a volt a városnak, ők elhurcolásra kerültek, és az a maradék népesség, igen, kérem, az majdnem mind német nemzetiségi eredettel bír. Tehát ha a matekot elővesszük, akkor azért ez olyan 6 és 8 ezer között mindenképpen van, aki német gyökerekkel rendelkezik. A sváb tánc, a sváb zene, a sváb ének nagyon mélyen gyökereznek. Újabban a sváb ételek, a sváb ízek is egyre nagyobb tért hódítanak. Ennek ápolására alakult meg az ízőrző porta is Dunakömlődön. A Nőkomment egy rendhagyó talk show a legnagyobb hazai sztárok részvételével 2019. március 8-án nőnap alkalmából a Babits Mihály Művelődési Központban láthatják. Kibeszélik, átbeszélik, megbeszélik. Mindent és mindenkit, olykor egymást sem kímélve. Kötetlenül, tabuk nélkül. Érintik az aktuális pletykákat, helyre tesznek csúsztatásokat, kibeszélik a nagyvilág bulvárhéjait, megvitatják mindazt, ami kitölti az életüket és minket is érdekel. A vendégek Ábel Anita, Hadas Kriszta, Balázsovics Edit, Falusi Marian, Osváth Andrea és Rákóczi Ferenc. Nőkomment március 8-án Szekszárdon a Babits Kulturális Központban. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!